nagyon egyszerű, aki belép közünk. Én belépek egy áruházba, köszönök. És nem azért, mert van, aki fogadja, hanem mert én köszönök a többi meg a te dolgot. Már nem először látogatott városunkba Görög Ibolya protokoll tanácsadó, aki most is hétköznapi és elengedhetetlen tanácsokkal látta el a marosparti közönségét a közelmúltban. A vendég előadó elárulta, hogy nagyon sok múlhat az apróságokon, ilyen például már a találkozás legelején a kézfogás. A legfontosabb a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Tehát nem lehet úgy kezet fogni, hogy közben másfelé nézek. Tehát rá kell nézni az illetőre, és mivel a pandémiában a kézfogás elmaradt, a szemkontaktus pláne nem maradhat el. Tehát azt mondom, hogy maszkban lehet kommunikálni, de napszemüvegben nem. Tehát rá kell nézni a másikra, ez a legfontosabb. Ez a zöklözésettől meg azért vagyok rosszul, mert ez a ronda mozdulat, nem is tudom honnan jött ez, hát valószínűleg az amerikai gyökérből. Még ha két férfi csinálja, még hagyján, de egy nő ez szörnyű, groteszk mozdulat nem volna szabad. Helyette mondok olyanokat, hogy ránézni, oda borintani, mondani egy pár kedves szót, és akkor már nem kell. A kézfogás sem, meg a könnyök puszi sem, meg a zöklözés sem. Tehát rá kell nézni. A tavalyi évben a koronavírus járvány sokakat kényszerített az otthoni munkára, ezért gyakran online kellett lebonyolítani a különféle konferenciákat, bejelentkezéseket, megbeszéléseket, interjúkat. Az ebből adódó hibákra világított rá a protokoll szakértő is adott tanácsot. És azt látjuk, hogy ilyen lecsukott szemmel így beszél. Én azt hittem olvas. Kiderült, hogy ő letette maga elé a tabletet vagy a laptopot, és az azon a képen látható riporterhez beszél. Közben a kamera meg ott van. Tehát, hogy nem lesült, hanem bele kell nézni a kamerába, ha már riportot csinálnak, és ahhoz kell. Mert nekem most éka itt van, tudunk beszélgetni, de hogyha nem lenne, hanem csak egyedül lennék egy ilyen streambe, akkor nyilván a kamera felé kéne néznem. Vagy nem szabad forgószékből beszélni. Mert forgószékből az ember olyan, na, olyan dumálás megy. Egyenes derékkal kell beszélni, ilyen apróságokra akarok kitérni. Egyébként ezt mind a magam kárán tanultam meg, hiszen az elmúlt másfél év nekem is otthonra készített engem is a pandémia. Továbbá munkahelyi kellemetlensségre is kitért Görög Ibolya. Ilyen volt a tegezés, magázás kérdése. Hogy boldog-boldog alatt letegeznek, holott az ember belül tudja, hogy akárkivel nem lehet, hogy mit csináljon az a fiatal kolléganő, hogyha a főnököt letegezi, a férfi főnök letegezi. Ő meg nem akarna a főnökével, mert 20 évvel öregebb, meg egyáltalán hogy jön ő ahhoz, hogy férfiként kezdeményezze, hogy ez hogy lehet feloldani. Ez nagyon sokszor kérdés. Mindezek mellett szó esett a munkahelyi öltözködésről, és arról is, hogyha vendég érkezik, akkor hogyan kell helyesen kísérni, vagy éppen milyen szabálya van a találkozók vendéglátásának. Mindenre választ adott a protokoll tanácsadó, a humorral fűszerezett példákkal, valamint a kivetítőn látható képekkel és ábrákkal.